Serfőző Simon, íme a múltunk. Íme a múltunk, a hegyek, őseink megkövült gerince, a völgyek, anyáink beszakadt medence csontjai, bennük elhalt magzatok, a kövek. Nádasok lengetik a honfoglalók zászlait, a magasba botont buzogányát emeli a sás. A kaszák, fejszék, balták nyelükben még dózsa erejét szorítják. Az ő tüzes koronája a nap, kiharapott húsától vereslik máig a szánk. Hajrázva messziről csapat kukoricás tör elő, Petőfi kardja lendül előre egy ág. Villámlások hasítanak az éjbe, elhamvadó torkolattüzek. S íme a berukkolt utak menetelnek szememben, felmálházva háborúba, halálba, Isonzóhoz, Don mellé. Meteor szilánkok, repesz darabok süvöltenek fölénk. Falevelekkel, dögcédulákkal tele ősszel az árok, minden utca szél. Íme a múltunk, a tüntetve felvonuló utcák, kelet felől végtelen hadoszlopok csikorgó özöne, s az égig felvöröslő évek koromja belerakódva homlokráncokba, kövekbe, pórusaiba a ránk sötétedett időnek. Megfizettették. Ami tűrhetetlen volt, stűrtük mégis. Az elszabadult vakmerőség véget vetett annak, ha sokára is. A porhoz, vasakhoz szürkült életűek véget vetettek a vörösre felfuvalkodott erőknek, fákhoz fölegyenesedtek. Mit sem törődve, a szelekkel ellenük sziszegő készülő bosszúva, büszkeségük az égen ragyogott, a napban. A mámor lukas zászlói lobogtak, suhogtak az égig. Föllázadt az igazság, amibe beletántorodott az erőszak, a világ is. Hát, adózhatott érte a haza, fizethetett életekkel, megfizettették vele szembeszegülő merészségét, szenvedett, taroló megtorlást érte, és soha még olyan földmély börtön sötétet. Most tudom már, kik között éltem. Lelepleződve bűzüket most érzem. Mit takart el az éjszaka sötétje? Most látom már, ahogy feljött a nap, ha pislákolva is, kormot vetve az égre. Most tudom már, mire szántak engem. Miért szervezték be a csendet is, hogy utánam füleljen? A gajat, a fán, hogy figyeljen. A szeleket megzsarolták, hogy besúgjanak. Akik ezért jártak mindig a nyomomban, hát ezért szimatoltak. Mi mentett meg? Szabad vadat a csapdától, hogy nyakamra csapódjon? Hogy a moslékban, megrontásban más fürödjön, engem meg levadászhatóként majd utam még hadd menekítsen. Most tudom már, a forgószél hintát kik forgatták, a zenét hozzá kik fújták, kik elől húzódtam szózugokba, húzatos rejtek helyekre, ahonnan mindig előjöttem. Most tudom már, szárnyaim kik bárdolták, hogy csupa szívvel verdesve éljek,
ne lássak messzire. Most tudom már, kik fogták volna rövid pórázra tekintetem. Jókai Anna, ha, részlet. Napról napra fullasztóbb a levegő, mondja Lulla, és kontját nyakszirtje fölé emelinti. A májpiros szám kiviláglik. Lulla a 2.1.666-os nő, amíg a forgalomból a meghalás aktusa által ki nem vonódik. Ezt a számot kell majd leadni, hogy az újonnan keletkezett egyet felvehesse. Nagyon fontos a pontos nyilvántartás. Többeknek ugyanazzal a számmal nem legális élni. De ez nem sorszám. A forgalomban éppen résztvevők mennyiségére ebből nem lehet következtetni. Lehet, hogy Lulla számát előtte már akár ezerszer is kiosztották, ahogy a létfluktuáció éppen megszabta. Ahogy kiürült mögüle az ember. A szín szolgál egyedül objektív támpontul, meg az egy és a kettő. Hagyomány. A barbárság istenbabonás korában különböztették meg így a nemeket. A májpiros azt jelenti, viselőjének van még némi esélye a reprodukcióra. A sárga bélyeg a tarkón, az elsorvat nemi szerűek, a nyomorékok jele. Ez a precíz, tudományos elkülönítés megkönnyíti az egymás közötti érintkezést. Nincs csalódás. Lehet előre kalkulálni. Pedig ez a legjobb körzet. Mondja Lulli, az 1.806.002. férfi, és megsimítja Lulla nyakán a foltot. Kockázatos mozdulat. A gerjedelem a legkisebb érintésre is elhatalmasodik, bár esetünkben nincs kényelmetlen bonyodalom, ők helytársak, kiváltották a közös 6 négyzetméterre a jogosítványt. Annyiszor elégítik ki egymást, ahányszor csak kedvük szottyan.
praktikus, higiénikus. Hát az meg tényleg elképesztő, ha hinni lehet a mesének, hogy valaha az előcivilizáció hajnalán valamiféle elhűlt állapotban szerelem, két ember életfogtillan azért tapadt össze, mert csak egymástól kapták meg a gyönyört. Milyen nagyot haladt az emberiség? Milyen észszerű, hogy ma már mindenki mindenkivel behelyettesíthető, hiszen az élmény még árnyalataiban is ugyanaz. Felesleges válogatni, sőt, az önnyomkodás is megteszi. Csak a hely, azt kell kiharcolni. Lullának és Lulinak sikerült. Nem voltak egészen fiatalok, mivel 50 évesen illett önként tapintatosan kiiktatódni, a kiközösítést megelőzendő. S ők már a 30-as éveik közepén jártak. De előnyükre szolgált, fiatalító tényezőként hatott, hogy cirka 25 éve nem született gyerek a zónában, s a régebbi kiszülöttek között is sok volt már a neutráns, a sárgával billogozandó nemi szerv nélküli. Az ügyintéző kormány persze reménykedett. Talán sikerül megtalálni a két legfiatalabb emberképződményt, aki nemi jellegét még őrzi, s a reprodukcióra, bármi satnyára esetleg képes. Addig is a propaganda működött. Egészséges ez a szünet. Önvédelem. A bolygó nem tud többet eltartani. Így regenerálódik. Ez az anyag önszerveződése. A felesleg az felesleg. Fejlődés. Mindennek a logikus létfelfogás az alapja. Lullában, a hasa táján, a belek között valami kinyújtja a csápjait, éhesen, cuppogva magába húzza a vörösen, izzadtan türemkedő húsdarabot. Egy percig, ha tart az egész. Az inger kielégül. Behúzni, kilökni. Ilyen egyszerű. Ennél jobb helyet nem is kaphattunk volna, mondja Lulla, s a mindig kéznél lévő higi kendőcskével megtörölközik. Itt viszonylag nincs olyan meleg és büdös. Hát igen, viszonylag. Lulli elveszi a sarokból az utolsó műanyagflakont, hármat kortyol a langyos vízből. Aránylag jó perspektívikus célszemélynek lenni. Lulla kikapja a kezéből a flakont, rátekeri a kupakot. Tudod, hogy csak holnap este van osztás? Mit gondolsz, én nem vagyok szomjas? Perspektívikus célszemély. Dupla adag víz. Ez lenne a minimum. Talán akkor végre sikerülne a reprodukció. Ki van a szervezet száradva? Rossz felé haladnak a dolgok. Lulli oktatólag fölemeli a mutató ujját. Anélkül, hogy lázítanék, a klónozás is fucsba ment. Szép kis tudósok, nagy hűhó felhajtás, aztán egyre deformálódottabb egyedek. Semmit se tudnak ezek megoldani. Lulla hadar, mintha untleckét mondana föl. Megártott neked a heti 3 szabad nap, te csak akkor érzed jól magad, hogyha kapkodhatsz a billentyűkhöz az irányítóba. De más is akar dolgozni, kikapcsolódni a tétlenségből. Nem lehet folyton szexelni. Rémunalmas. De ha sikerülne... Fény utánzat csillan fel Lulli szemében. Ha nekünk összejönne... Ha mi állítanánk elő végre egy gyereket, micsoda kivételezett helyzet embert kreálni 25 év után. Lulli elbizonytalanodik, feláll, ő is odalép az ablakréshez. De minek? De minek? Lulla suttog, kémleli a falat, a falnak füle van. Jól tudod, hogy ez tilos. A legtilosabb. Kérdezni, amire nincs megszabott válasz. Tegyünk egy próbasétát. Végre nincs sugárzás. Kezd már hűlni a levegő. Lulli felhúzza a leelet vékony, de mégis szűrőként szolgáló lábfejtől állig takaró ruhán a cipzárat, belelép a vastag, rugalmas talpú papucscipőbe, fintorog,
mielőtt arcára illesztené a maszkot. Az azonosítási számot se látszik rendesen, mondja Lulla. Az is el van a homlokodon maszatolódva. Azt akarod, hogy előállítsanak? Nem akarok semmit. Legszívesebben a megsemmisülési határidőt sem várnám meg. Humanizmus. Lulla megvetően csettint. Demagógia. Eddig még minden úgynevezett humanista csak ártott. Kattanj rá, nézd csak utána. A hiú remények elgyengítenek. A következetes önérdekűség, ami még úgy, ahogy működésben tart. Induljunk. Az alkonyi nap a sűrű, sötét napfogókon is átütött olvat mélyvörös fényével. Mégis a járatok kezdtek benépesülni. Bár a fekete szemetes zsákok két oldalt egyre kevesebb helyet hagytak, nagy volt a forgalom. A bágyadó fény megcsillant a feszesre tömött műanyagon. Nézd, mondja Lulli, szinte romantikus, szinte esztétikus. Talán praktikus, mondja Lulla. Ezeket az elavult szavakat honnét szedted? Óvatosan kerülgették a szembejövőket. Nem tanácsos a védőruhákat surlódásnak kitenni. Két évente van csak hivatalos csere. A járatokban köszöngetni se kell. Bonyolult a számokat leolvasni, ki ismerős, ki nem. A haladás a fontos. Zökkenőmentesen, mindegy melyik irányba, be ne rozsdásodjanak végképp a lábak. Szokatlanul enyhe lég borult a tájra. A csukló hőmérő 32 fokot mutatott. Már régen mértek ilyen hűvöset télelőn. Induljunk vissza, mondja Lulli, és érintkezzünk. Most van esély a reprodukcióra. Te egy gyógyíthatatlan képzelgő, legyint Lulla. Majd éppen nekünk sikerül. Az aktus itt nyílt színen tilos. Forgalmi akadály. A másod és harmadrendű zónában bezzeg egymás hegyén hátán hemperegnek az emberek. Nem lehet pontosan megállapítani, vegyülnek-e vagy verekednek éppen. Voltaképpen ez ózsdi módszer, szólal meg Lulli akadozva, hogy csak ilyen mechanizmussal lehet új embert létrehozni, amikor nem kell külön neműnek lenni, hogy a kisülés végbe menjen, sőt, ez egyre ritkább. Már megint gondolkodsz, Lulla felcsattan. Meglátod, lejelentelek magam mellől. Azt a kicsit, ami még hátra van, szeretném simán eltölteni. Lulli a kockaház előtt megveti a lábát. Valami nagyon el lett itt szúrva, mondja makacsul. Csak azt nem tudom, mikor és miért. Elég. Lulla a kapun belülre löki. Ez az utolsó alkalom, hogy a nyavajgásodat eltűröm. Az ősember lehetett ilyen, amikor lejött a fáról, és azt hitte, hagyott valakit a fa fölött lebegve. Valakit, aki majd a földön is törődik vele. Aztán ma már fa sincs, hogy vissza lehetne kapaszkodni rá. És ha valóban? Lulli ingerülten tépi le az állarcot. Már a zárt, 6 négyzetméteres térben állnak. És ha valóban, ott, és akkor? Mit tudom én? 2-3 ezerben. Akkor siklott ki az egész. Legyek rossz, Jós, de be fogsz kerülni a gödörbe. Lulla kiabál. Ha valaki meghallja, ezzel az agyszavarral, neked, utód. Jól van, na, mondja Lulli, és többször egymás után megérinti Lulla testét. Minden pont, erogén pont, csak néhány másodpercig határozottan rá kell nyomni a mutató ujját. Tudod, hogy nem lehet ellenállni, Lulla csitul. Kihasználod az objektív törvényszerűséget. Eleinte az unalomig megszokott módon bonyolódott minden. Lulla türelmetlenül várta a buborék pattanását a hasában. Lulli inkább nyújtotta volna a percet, amikor a lövellés bekövetkezik. Csak éppen a nő bosszúsabb, ingerültebb volt, mint általában, a férfi pedig szomorúbb. És ami félelmetes, képtelen volt az agyát kikapcsolni. Az agya vágyott valamire, és ez a vágy hirtelen fizikailag bántani kezdte. Égett az ágyéka, mintha
üvegszilánkos massza szakadna ki a testéből. Éles fájdalmat érzett a hímvesszőben, ami az ejakuláció pillanatában satuban préselődött össze. A gyönyör az volt, hogy végre ki lehetett szabadítani. Lulla is jajgatott. Mintha eddig soha nem tapasztalt tömeg hatolna a méhébe, s szétfeszíteni, mintha befúrná magát valami, roncsolva maga körül a húst. Vadállat, sikoltja Lulla a tavisztikus fordulattal, hiszen a vízigényes állatfajt kiirtották régen. Ez szörnyű, vonítja Lulli. Mi csinálja ezt benned? Dühötten, mégis megkönnyebbedve szétváltak. Törölköztek, szemrehányóan bámultak egymásra. Ezt aztán még egyszer nem. Soha többé. Hát a parányi élvezkedést is elvették. De ki? Ki vette el? A nem várt fordulat mégis éppen így következett be. Néhány hónap után Lulla köldöke mögött valami dudorodni kezdett, és mintha 100 lába lenne, rugdosta a beleket. Minden kétség eloszlott. A testkarbantartási szaktanács kiadta az igazolást, megvalósult a reprodukció, a friss ember. Közhírré tették, ha eddig a szülés, az okozat járt fájdalommal, most már a nemzés, az ok fog fájni. Ez az új jel, ami az akció sikerét jelzi. Olá János, csavargódal, Vörös Marti nyomán. Hajborzasztó bokorerdő sűrűjében jár a szél, válladra üt vén tekergő, sálad a földig leér. Megpihenni itt is, ott is, lángot gyújt alád a fű, ez marasztal, az meg elvisz, beléd fészkel a tetű. Jártam én is, álltam, ültem bokros, sáros part felén. Kukoricán hegedültem, fején állt elém a rém. Kövér pucok sül a nyárson, zsebem üresen perel. Kell medvelem ne vitázzon, nekem minden szó teher. Hol az erdő? Hol a tarló, köpönyegemből a bél, hova lépek, ott van alvó nyomomban a hó, a dér. Nem olyan egyszerű. A gyerekekkel de sokat veszekedtem. Apró zoknit, cipőt, mert minden szerte hagynak. Majd lesz idő a rendet is utálnom, ha megérem. Nem olyan egyszerű, mint egészséges gőggel képzelem. A tunyabendő senkire se hallgat, se testvére a tompa álmos agy. A búcsú ezer moccanásba zárva észrevétlen szedi szét arcomat. Rám köszönnek azért az ismerősök, és megcsókolsz, és velem vagy te is. Assúgja minden, ugyanaz maradtam, mintha nem venne észre senki, semmit. Élni csak így lehet magunkat sok apróságtól, csalással megkímélve. Ha nyelni kell, majd nyeljük nagy kanállal az orvosságot, ájult betegen, de jobb eljutni addig öntudatlan. Mint cintányérral búcsúzó bohóc esünk hanyatt, hogyha a tányér csattan.
egyszer csak, nincs sehol a régi kegyhely, az őszi kertben pirosló bogyók, az ég fölöttem és a föld alattam. A csodaszarvas elvesztése Jankovics Marcelnek. Künn a bereg füzes rétjén, hogyha ránk ömlött az este, láng lobbant a lombok mélyén, mint a fecskefarkú lepke. Fölszökkeltem, grotgagyában nyargaltam, hogy utolérjem, porlobbant léptem nyomában, homlokomba tódult vérem. Fájdalmasan sírt a Gébics. Itt a fészke, itt a párja. Az ághegyén nyugta még sincs. Ő is azt a lángot látta. Három tőből három ág tört a kilenc lombú magasba. A királyfi árruhát ölt, hulló résztallér az arca. Azt kergeti, ami eltűnt, azt szeretné újra látni. Mit kerestünk? Nem keresnünk kéne, csupán rátalálni. És ha nem találnánk mégse, volnánk, akik épp lehetnénk. Mint felhők között a vércse, úgy parázslik lent az emlék. Égvándorát újra látod, nomádíjad megfeszíted, célzod, célzod, butalátnok, léha voltod, üres nincsed. Akit hajdon űztél, vágytál, átszökelve berket, árkot, most, amikor rátaláltál, szánt szándékkal elhibázott. Tamási Áron, Ábel Amerikában, részlet. A sok vergődés már annyira vitt, hogy éreztem, valamit tenni kell. Éppen szombati nap volt, délután 4:30. Az igazgató azelőtt 5 perccel hagyta el volt a mellékes helyiséget, ahol egy sánta barátjával együtt minden nap a fenekire nézett egy pálinkás üvegnek. Nagy pálinka szagot hagytak maguk után, de én már nem a pálinka szaggal törődtem, hanem azzal, hogy végre és háborgás nélkül teljesen egyedül vagyok. S határoznom kell valamit. Leültem a székre, ráborultam az asztalra, és forralni kezdtem magamban a gondolatokat. Három dologban kellett valahogy és mindenképpen határoznom. Először Toldira vonatkozólag, akit nem láttam, amióta feltettem neki a nagy kérdést. Másodszor a kínzó nagy szerelem tekintetiben, amely a gyötrelmek mellett elsorvadással fenyegetett. Harmadszor és végre, ami a legfontosabb volt, mi célra vagyunk a világon. Az első dologban úgy határoztam, hogy másnap reggel elmegyek Toldihoz, és vasárnap lévén ott ülök egész nap. A másodikban úgy döntöttem, hogy a nagyszemű grácia előtt feltárom a hódoló nagy szerelmet. Ha megajándékoz érte, akkor jól van, de ha csupán játszani akar velem, akkor vége a napjának. És most következett a harmadik, és a legfontosabb. Magam elé képzeltem Krisztust, de magam elé az ördögöt is, akinek szintén tudnia kell sok mindent, amit közönséges ember nehezen közelíthet meg. Mi célra vagyunk a világon? Kérdeztem Krisztustól. Hogy végbe vigyed azt a jót, amiben hiszel, felelte Krisztus.
Utána hamar, hogy majd együtt gondolkozzam a két feleleten, megkérdeztem az ördögöt. Mi célra vagyunk a világon? Kedves barátom, felelte az ördög. Ha engem kérdeztél volna meg először, akkor megmondtam volna neked. De így nem érdemled meg, hogy megtudd az igazságot. Felkaptam a fejemet, és azt mondtam, akkor távozz hamar, mert a feketékkel való barátkozást az igazgató megtiltotta nekem. Az ördög szót fogadott, és eltűnt. De én is hamar induláshoz láttam, hogy künn a természetben és a tavaszodó földön gondolkozzam tovább a Krisztus feleletén. Vagyis megkeressem az életben azt a jót, amiben hiszek, s amit annál fogva végbe kéne vinnem. Átmentem a vasúti hídon, majd annak a közelében egy ösvényt fedeztem fel, s azon indultam tovább. Az ösvény hegyoldalon vezetett felfelé, tekervényesen valami különös épület irányában, amely feketére festve állott a tetőn. Pihenés nélkül kapaszkodtam felfelé, de már távolról hallottam, hogy furcsa hangok szűrődnek a fekete épületből. Egyenesen is még gyorsabban tartottam arra. A hang egyre erősödött, s úgy vettem ki, hogy ott sokan lehetnek, s mindnyájan külön-külön ordítanak. Néhány lépésről már jól láttam, hogy a fekete ház nagy ajtaja nyitva van, ahogy templomoknál szokott lenni. Oda léptem, s hát csak ugyan templom volt a fekete házban, tele visító és kiabáló négerekkel. Nem hoztam sokáig, hanem levettem a kalapomat, és beléptem a négerek közé. Bár padok is voltak, mint más templomokban, mégsem azokban álltak, hanem kicsődülve valami emelvény elé, amelyben egy öreg néger könyvel a keziben folyton nagyobb és szorgosabb ordítozásra ösztökélte a csődületet. Hamar odafurakodtam, s hát egy fiatal néger feküdt a földön, hányta és vetette magát, rúgott és kapálózott. Hé, mi történt? Húztam meg egy négernek a karját. Most megy ki belőle az ördög, felelte. Hát ez alig sem tréfa, gondoltam magamban, mert hát, ha éppen az az ördög bújt belé, akit én üztem el egy fél órával azelőtt. Még közelebb vergődtem tehát, hogy bármi történjék is, annak én biztos tanúja legyek. És amint úgy közelről néztem a kínban fetrengő négert és az ő rettenetes arcát, amelyről csorgott a verejték, hirtelen az a másik gondolatom támadt, hogy maga az Isten vezetett ehhez az emberhez. Mert lám, itt a szemem előtt és borzasztó kínok között vetéli el az ördögöt, aki bizonyosan tévutakon hordozta eddig, és megakadályozta abban, hogy ennek a világnak a dolgaiban tisztálláson. De ha most meg tud szabadulni az ártó és zűrzavaros gonosztól, akkor tisztán az Isten lelkével fog válaszolni minden feltett kérdésre. Tehát tőle fogom megkérdezni, hogy mi célra vagyunk a világon. Egyszerre olyan nagy izgatottság vett erőt rajtam, amilyent még soha nem éreztem. Oda kaptam a homlokomhoz, amely forró lüktetett, majd oda kaptam a szívemhez, mely jobban táncolt, mint a legnagyobb szerelemben. Aztán gyorsan kimentem a fekete templom elé, és ott megálltam. Megálltam, hogy várakozzam a megtisztult négerre. Már azt hittem, hogy sohasem fog kijönni, pedig 10 percnél többet nem várhattam, de akkor a barátai között jókedvűen és vidáman kilépett az ajtón. Mindjárt oda mentem hozzá, megfogtam a kezét, és azt mondtam, hogy jöjjön velem néhány lépést, mert valami fontos dolgot szeretnék kérdezni tőle. Nagyon barátságos volt, és szinte táncolva jött velem. Amikor néhány lépést csak ugyan félrementünk,
A vállára tettem a kezemet, mélyen a szemébe néztem, és azt mondtam neki, a maga lelke most tiszta. Mondja meg tehát nekem, hogy mi célra vagyunk a világon. A négernek megmerevedett egy pillanatra az arca, majd hirtelen kacagni kezdett, és kacagás közben folyton azt mondta, furcsa, furcsa. Aztán ismét megmerevedett az arca. Mélyen a szemembe nézett, és így szólt. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Ahogy ezt kimondta, ismét kacagni kezdett, de nem egészen úgy, mint az előbb, hanem a keserves és az örökké hontalan ember könnyes kacagásával. Még a térdit is csapkodta, miközben folytak a könnyei. Majd hirtelen azt is abba hagyta, újra a szemembe tekintett, utána pedig szaladni kezdett fölfelé a hegyen. Úgy szaladt, mintha nem is ember lett volna, hanem valami fekete angyal. Amíg láthattam, utána néztem, aztán leültem a földre, és a fejemet a két tenyerembe hajtottam. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, ismételtem el magamnak, és éreztem, hogy a szívem megtelik nagy és általános meleggel. A lelkem megtelik a derűs idő nyugalmával, és a szemem megtelik a hajnal harmatával. Lassan fölálltam, és azt mondtam, igaza van. Késedelem nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon. Igaza van. Nem is lehetünk másra, nem is találhatunk máshol célt ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges. A tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket. És amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk. Belőlem kis menyecske lenne.
azt, mint még eszembe vettem, Onász népe soha nem jön értem. Sétáltam volna, magamat ott mutogattam volna. Elviseltem 33 pártát, de még én soha nem láttam gatyát, és gatyának ő édes falatját, soha nem kóstoltam ő mi voltát. Kenyerem.
kecske sebes szárnyát. Vándor legény, vándor botját. Vándor székely reménységét. Jézus állt meg erdő fütyét. Fecske hazatalál, édesanyja fészkére száll. Hazajöttünk megáldotta, Csíksom jó Iszűz Mária.